Tankönyvszállítmány, megérkeztek az iskolákból csomagok, néhány tankönyv más lett tavaly óta. Indul a visszaszámlálás, 8 nap múlva kezdődik a karnevál új helyszínekkel, programokkal. Asszonyfarsang, humor, zene, női sorsok és egy kis történelem a karnevál színházi darabban. Jó estét kívánok! Ez a Szombathelyi Televízió híradója. Ezekben a napokban érkeznek meg az iskolákba a tankönyvek, már a szortírozásnál, adminisztrációnál tartanak az intézmények. Néhány tankönyv változott a korábbi évekhez képest, mert alkalmazkodtak a 2020-as NAT követelményeihez. A gyerekek többsége a tanév első napján, mások már a tanévnyitó után megkapják az új tankönyveiket. Ebben a tanteremben várja további sorsát a több száz tankönyv, ami kedden érkezett meg a horvát nemzetiségi iskolába. A tankönyvellátó mindig jó előre értesíti az iskolákat a kiszállítás időpontjáról, és időben meg is érkeznek a csomagok. Meg is érkezett a kamion, akkor raklapon vannak a könyvek, le kellett pakolni a raklapot, utána szétválogatni őket, mert ugye ott eléggé össze-vissza vannak a kupacban. Külön raktuk tankönyvek szerint. Meg kellett számolni, hogy stimmel-e minden, szerencsére minden stimmelt. Ahogy minden évben, most is pontosan annyi érkezett, amennyi kellett. Előfordul azonban, hogy egy-egy suliban kevesebb, vagy éppen néhány darabbal több van a csomagokban, ezt napokon belül korrigálják. Ezek a tankönyvek megfelelnek a 2020-as NAT követelményeinek. Ez a tanév, ami most következik, ez a 2020-as NAT-nak a utolsó állomása, tehát most érkezik el minden iskola ahhoz, hogy valamennyi osztályba felmenő rendszerben a 2020-as NAT bevezetésre kerül. Hát a tanévrendje rendelet alapján, illetve a tervezet alapján ezt ellenőrizni is fogja az oktatási hivatal, illetve a minisztérium, hogy megtörtént-e mindenhol. Nálunk a felmenő rendszer miatt ez most a negyedik osztályt érinti, illetve értelemszerűen a hetedikeseinket, akik most a legidősebbek lesznek, nyolcadik osztályunk még nincs. Több eltér a tavalyitól, néhányat többé vagy kevésbé át kellett szerkeszteni. Mindenképpen érdekes lesz majd, hogy a természettudományos tankönyvek például a hetedik, nyolcadik osztályra így jelennek meg, hogy 7.-8. évfolyamra. Természetesen ebben én látom a pedagógus szabadságát is, illetve a kerettantervnek azt a szabadságát, hogy 2 év alatt kell elvégezni az adott tananyagot, illetve a követelményeknek eleget tenni. Hát látom a hátrányát is, mert azért bele tudunk nagyon merülni, és esetleg egy kicsit sok. Mennyiségét tekintve is több a természettudományos tankönyv, mint a többi, tette hozzá az igazgató. A nemzetiségi iskolákban a két nyelven oktatott tantárgyakhoz tartozó tankönyvek átdolgozása, illetve fordítása még zajlik. Az elsősök új tankönyveket kapnak, az idősebbek már több ilyen tartós példányt is. Így kerül a kölcsönkönyv elejébe a könyvtári jelzés. Nem szociális helyzet, hanem az előírások döntik el, kik kapnak használt könyvet. Vigyáznak rájuk a gyerekek, nincs belefirkálgatás, aláhúzás, felesleges gyűrődés. A szombathelyi iskolák tanulói általában a tanév első napján, másokat tanévnyitó után azonnal megkapják az új tankönyveiket. Megsüllyedt az aszfalt a Király utcában, a helyreállítás végéig útszűkületre és torlódásra kell számítani. Zsákos zöld hulladékkal szórták tele ismeretlenek a Bogáti úti árkot. Figyelmetlen előzés miatt történt súlyos baleset Rába hídvég és Sorokpolány között. Rövid hírekkel folytatjuk. Felbontották a burkolatot a Király utca 33 szám előtti szakaszon, mert megsüllyedt az úttest. A munkát a szoba végezte el, majd a Vasi Víz ZRT szakemberei átvizsgálták a csatorna hálózatot. Mindent rendben találtak, így a szoba helyreállítja az út burkolatát. A tervek szerint a hónap végére fejeződik be a munka, addig is forgalomkorlátozásra kell számítani a forgalmas egyirányú utcában, a körforgalomnál torlódások alakulhatnak ki. Ismeretlenek szeméttel szórták tele a Bogáti kivezető út árkát, így nézett ki hétfőn a terület, fekete zsákok hevertek a fű között nagy mennyiségű zöld hulladékkal, nyesedékkel, tujamaradványokkal megtömve.
Tegnap délelőtt a Szova és a közterületfelügyelet munkatársai összehangolt munkával eltávolították a szemetet, összesen 42 zsákot pakoltak a teherautóra. A közterületfelügyelet vezetője feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen a Vasvármegyei kormányhivatalnál, és ígéretet tett, hogy komoly erőket vetnek be a közeljövőben a terület megfigyelésére, számolt be közösségi oldalán Tóth Kálmán a körzetképviselője. Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt kedden délelőtt Rába hídvég és Sarokpolány között. A 86-os főút irányába tartott egy traktor, ami mögött feltorlódott a forgalom. Két autó megelőzte a mezőgazdasági járművet, majd egy harmadik is belekezdett a manőverbe, amikor az előtte haladó kocsi újabb előzésbe fogott figyelmetlenül. Ütközés lett a vége, a balesetet okozó Toyota fának csapódott. Vezetője használta a biztonsági övét, de súlyosan megsérült, a mentők kórházba szállították. Az érintett szakaszon egy sávon rendőri irányítás mellett haladhatott a forgalom. Új elemmel bővül a felvonulás, 300 hagyományőrző népesíti be a Ferences kertet, napjaink gladiátoraival lehet találkozni a Bajnokok terén, és ezen a vadonatúj helyszínen kóstolhatják meg a karneválozók a Bajnokok kenyerét. 29 helyszínen közel 300 programmal várja a látogatókat a 8 nap múlva kezdődő Szavária történelmi karnevál. A szervezés finisében tartottak tegnap sajtótájékoztatót. A karnevál kiváló alkalom a diplomáciai kapcsolatok építésére. 21 fős delegáció érkezik Szombathely külföldi testvérvárosaiból, mondta el Horváth Soma alpolgármester. Jönnek vendégek Németországból, Georgiából, Portugáliából, olasz, lengyel és Horvátországból is. A történelmi időutazás középpontjában ezúttal is a római múlt áll, ismertette Szabadfi Zoltán. 300 hagyományőrző népesíti be a Ferences kertet, akik hitelesen mutatják be a letűnt korok harcmodorát, fegyverzetét, életmódját. Köztük lesz Európa legnagyobb legiója, a Legio Prima Italica, ők Olaszországból utaznak ide 40-50 fővel. A Mare Temporis vásári akrobatái a 18-19. Századot idézik meg, de bemutatkoznak Mátyás király zsoldosai is. Idén új elemmel bővül a fáklyás felvonulás. A római hagyományokat népszerűsítő Nova Roma szervezettel való együttműködésnek köszönhetően autentikus diadalmenetet láthat a közönség, élén a győztes hadvezérrel. A felvonulás elején ott egy egészen hiteles római katonai diadalmenetet fogunk látni, táncosnőkkel, zsákmánymenettel, a triumfátorral, maga a diadalmas hadvezérrel, akinek ráadásul egy különleges tógája is lesz, erre a célra készült eredeti kéziszövésre egy tóga, amit ő hordani fog ezen a meneten, amit ráadásul itt fog majd felvenni szintén egy szertartást, a triumfátori investitúra keretében a Ferences kertben a felvonulást megelőzően, és aztán innen megy majd a Vigára, és úgy fogja vezetni a menetet. Grünwald Stefánia a Gájár Parkban berendezett gyerekhelyszínt emelte ki, ahol sok-sok játék, kézműves foglalkozás várja a családokat. Lehet kenúzni a Gyöngyösön, lovagolni, tüzet oltani, fellép mások mellett Bognár Szilvi és Pár Julcsi. A gyerekek felvonulása is innen indul szombat délután. Esténként Tália kertjévé alakul a park szabadtéri színházi előadásokkal. Lesz pajzán hangulatú bábos produkció és interaktív bűnügyi komédia is, ahol a közönség alakíthatja a történetet. Azt is elmondta, hogy a belvárosi útlezárások augusztus 21-én estétől kezdődnek, a lakók a témaparkban igényelhetnek behajtási engedélyt. A szervezés már a finisben tart. Ma volt az első olyan nap, amikor megérkezett egy olyan teherautó, ami már az útlezáráshoz szükséges tábla mennyiséget meghozta, és akkor a holnapi naptól folyamatosan érkeznek már a beszállítóink, elkezdik építeni a pavilonokat, meghozzák a szabadtéri lenyitható lelátókat, és hát a jövő hét közepére teljes mértékben felépül a rendezvény. Új helyszín lesz a Bajnokok tere a Városháza előtt, ahol a modern kor gladiátoraival, azaz sportolókkal lehet találkozni. Itt lesznek a Crashers amerikai futballistái, a kötélugrók, Halász Bence kalapácsvető és a Falkó kosárlabdázói is. Grácer György elmondta, nagy örömmel vesznek részt a karneválon, hiszen visszaadhatnak valamit abból a szeretetből, amit a szurkolóktól kapnak. Délelőttönként ügyességi versenyekre, dobóversenyekre, ügyességi játékokra invitáljuk a karneválnak a résztvevőit, akik ezzel részt vesznek, azok jutalomban, díjazásban részesülnek. Délutáni órákban fognak a bajnokcsapat játékosai és a stábtagjai kijönni a Bajnokok terére,
itt lehetőség lesz a játékosokkal elbeszélgetni, interjúkat készíteni, ahol aláírás gyűjteni. Itt van a fotósarok, ahol a játékosokkal lehet közös fotót készíteni. Szeptember 16-án a Sportligetben rendezik meg a Szavária Race akadályversenyt, ami a Spartan sorozat mintájára valósul meg, mondta el Kalmár Attila, a Pannonsport ügyvezetője és Kívés Bendegúz szervező. Ennek néhány elemét is ki lehet próbálni a bajnokok terén. Aki pedig megéhezik, megkóstolhatja a bajnokok kenyerét, amit a Roznár Pékség süt az aranyérmes Falkó tiszteletére kosárlabda alakban. A karnevára több mint 100 000 látogatót várnak. Csütörtökön nyitja meg kapuit a Karnevál Színház a Vármegyeháza udvarán. Augusztus 26-áig összesen 8 alkalommal láthatja a közönség a Vörös Sándor Színház legfrissebb előadását, amely kifejezetten a történelmi fesztiválra készült. Az Asszony Farsang című zenés komédia levéltári kutatásokon alapul. Modern, szórakoztató darab az Asszony Farsang. A levéltári kutatások alapján megálmodott, szatirikus és olykor groteszk stílus elemekkel tarkított színmű, társadalomkritikát sem nélkülöző hangnemben készült. Az író-rendező Fábián Péter korokon átívelő történetében emberi mi voltunk ironikus ábrázolására törekszik olyan ellentétes esztétikai minőségek ötvözésével, mint a tragikum és a komikum, a fenséges és a profán. Kérfis! A kupai kútról hoztam ma reggel. Micsoda, nyílus visszaik a kupai kútból. Az hogy? A rómaiak értettek a vízvezetékekhez. Az előadás nem pusztán szórakoztatja, hanem tájékoztatja is a nagy érdeműt a város történetének néhány érdekes mozzanatáról. A szombathely históriájából kiragadott részletek a női sors témaköréhez kapcsolódnak. Ízízbe kezdtem el kapaszkodni, mint minden origójába, mint a város védőistenébe, és a hozzá kapcsolódó nőkultuszhoz. Így aztán a sok-sok történetből végül is azokat a különböző korokból származó női történeteket próbáltam meg fókuszba állítani, amelyeket talán kevésbé ismernek akár Szombathelyen belül is, de mégis nagyon, nagyon izgalmasak és tanulságosak. Három különböző kor, három különböző történet elevenedik meg a színpadon. A 19. század második felében méregkeveréssel és boszorkánysággal foglalatoskodó Lyukas Kati balladája, az 1913-as Asszonyok parlamentje és Greisinger Ottóné tevékenysége, illetve a Viszáki Gál Erzsike, aki a Gellérthegyi Szabadságszobor elfeledett modellje volt. A darab végleges formájához olykor a színészek ötletei, improvizációi is hozzájárultak. Fábián Petyával, meg ez volt az első találkozásom, ez kifejezetten üdítő volt, csodálatosan, higgadtan, jó humorral vezette a próbákat, minden rosszaságra, ilyen huncut gyerekes csígytevésre vevő volt, és beépíthettük az előadásba, úgyhogy kifejezetten nekem nagy élmény, és azt gondolom, hogy a nézőknek is az lesz. A sok zenével és vidámsággal fűszerezett, nemek közötti feszültséggel megspékelt helytörténeti hidegzóny frissítő élménynek ígérkezik a nyárvégi karneváli kánikulában. Az előadáson az is kiderült, hogy a Vigeposznak keretet adó 1965-ös szombathelyi árvíztől és ízi szaragjától csak az asszonyfarsang mentheti meg a várost. Horvát válogatott játékost igazolt a Falkó KC kosárlabda csapata. Az irányító hátvéd poszton bevethető Antonio Giordano egy évre írt alá a szombathelyi klubhoz. A 24 esztendős, 190 cm magas játékos a KK Zadarban kezdte és a francia másodosztályban fejezte be a tavalyi szezont. 35 mérkőzésen lépett pályára, átlagban 13 pontot, másfél lepattanót szerzett és 43%-os sikerarányjal triplázott. Eddig 5 alkalommal ölthette magára a horvát címeres mezt. Milos Konakov vezetőedző szerint Giordano rendkívül fizikális játékos, aki jól bírja majd a terhelést és jó keze van a támadásokhoz. Nyári táborral kezdte meg a felkészülést a következő bajnoki szezonra a Haladás VS-ek kézilabda szakosztálya. A sportfoglalkozásokon és rekreációs programokon 8-13 éves gyerekek vettek részt.
Sikeres szezon zárt nyár elején a Haladás VSE kézilabda szakosztálya, ahol tudatos képzéssel segítik a gyermekek fejlődését. Ennek nagyon fontos eleme a nyári tábor, amit hosszú évek óta mindig augusztusban tartanak. A vakációs foglalkozás könnyed ráhangolódásként segíti a résztvevők felkészülését is a közelgő szezon kezdetre. A táborban az U8-astól az U13-as korosztályig bezárólag valamennyi edző és játékos ott volt a pályán. A képzés legalább annyira fontos szerepet kapott, mint a csapategység építése. Szokás szerint délelőtt mindig kézilabda jellegű edzések vannak a teremben, és aztán a délután az meg mindig a rekreációról és a szórakozásról szól. Idén is voltunk már Sárvári fürdőben, aztán voltunk bowlingozni, ma moziba megyünk, holnap reméljük az időjárás kedvezés, akkor megint tudunk egyet strandolni, búvárkodni, úgyhogy egy nagyon-nagyon tartalmas hetet tudhatunk magunk, vagy hát remélem, hogy tudhatunk magunk mögött. Közel 40-en táboroztak együtt. A nagy létszám és a különböző korosztályok miatt csoportbontásban különböző nehézségű feladatokat kellett egyénileg és csapatban megoldani. Ezzel a fiatalok alkalmazkodó képességét is erősíteni kívánta a szakmai stáb. A jó hangulatú tábort követően már a saját korosztályukkal folytatják a felkészülést a gyerekek a szeptemberben startoló utánpótlás bajnokságra. Kertész Helga elmondta, legfontosabb feladat, hogy a gyerekek önmagukhoz képest fejlődjenek, és a sport iránti elkötelezettségük egy életen át megmaradjon. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon is megnézhetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!